A fizikában a felnőtt ember is szeret játszani. Komolyan mondom, hogy én élvezem, amikor a kísérlet sikerül, mutatja azt, amit mutatnia kell, és a gyerekek is tudják élvezni. Ez egy olyan öröm, amit azt hiszem más nem pótol. Mindenféle továbbtanuláshoz szellemi kapacitás kell. De itt talán a fizikánál, matematikánál, kémiánál több erőfeszítést kell tenni a gyereknek, hogy elsajátítsa. Sok gyakorlásra és hát szenvedésre is szükség van. A tanári munkát csak úgy lehet szívvel, lélekkel végezni, ha az ember szereti csinálni, ha az ember szereti a gyereket, és azt a célt tartja szem előtt, hogy a gyerek boldogulását, a későbbi felnőtt korban a boldogulását elősegítse. Azt hiszem, emberileg kell hozzájuk közel kerülni, ösztönözni kell őket, segíteni kell őket, irányítani kell őket. Hogy kit hogyan, az már a két ember, a diák és a tanár egyéniségétől függ. Az egyéniségeknek valahogy kapcsolódni kell egymáshoz, mert hogyha nem, akkor ez a kapcsolat nem működik rendesen.